Műsorunk támogatója a Hargita Népe. Sok szeretettel köszöntöm a kedves tévénézőket. Gyergyószent Miklóson vagyunk az én konyhámba, és ünnepi ebédet fogunk főzni, illetve akár díszvacsorát is. A mai nap fogunk készíteni egy borlevest, ami egy igazi ünnepi leveske, ha már bort iszunk, együnk is bort levesképpen. A második, illetve a főétel sertésbélszín rolád lesz, amit aszaltőzegáfonyával töltünk meg. Hozzá köretnek készítünk egy sütőtökös krumplipürét, és készítünk csicsóka chipset, illetve készítünk egy öntetet, ami ilyen vörösboros öntet lesz tőzegáfonyával, illetve sütünk egy tésztát, hát az én egyik kedvenc tésztámot, amit lehetőleg minden ünnepre megsütök, mégpedig a vaníliás linzer karikát. És akkor a munkát hamarabb a linzer elkészítésével kezdjük. Hát a linzerhez, ami szükséges, ide ki is raktam, ki is mértem, hát leghamarabb kell 40 deka liszt, ezt bele is szitáltam ide, akkor a 40 deka liszthez teszünk 12 deka porcukrot, azt is beleszórjuk ide a liszthez, teszünk hozzá 3 tasak, az azt jelenti, hogy 2,5 deka vaníliás cukrot. Ez azért ilyen sötét, mert igazi vaníliából készül, tehát nem vanilinből, amit lehet kapni a legtöbb helyen. Teszünk hozzá még 1,5 evőkanálnyi sütőport, egy csipetnyi sót. Ezt majd összegyúrjuk a tojással és a vajjal, ami még a hűtőben van, de az azért van ott, mert nagyon lényeges az, hogy hideg, jeges vajjal gyúrjuk össze. Teszünk hozzá 2 tojás sárgáját, illetve teszünk hozzá 1 evőkanál, 1 vagy 2 evőkanál tejfölt. Azután kiszúrjuk, kivágjuk, majd barackrekvárral fogjuk megkenni és összeragasztani, illetve a végén vaníliás cukorral fogjuk, porcukorral fogjuk meghinteni, és akkor ezt hamarabb összekavarom, ezt a vaníliás cukrot félreteszem, és utána összekavarom a linzerhez való száraz anyagokat, mert így szárazon jobban összekavarodik a cukor a liszttel, illetve a sütőpor is egyenletesebben eloszlik. Azután adjuk hozzá a tojás sárgáját, illetve a vajat. Tehát nagyon lényeges, hogy ne egész tojást tegyünk bele, hanem csak a sárgáját, mert a sárgájától poronyóbb lesz a tészta. Jön a vaj, tehát ezt én fel is kockáztam, itt 17 deka vaj van, és belerakom, s hamar gyorsan összemorzsolom, majd utána jön bele a tojássárga, illetve a tejföl. Tehát ezt annyira kell morzsolni, hogy ne legyenek nagy darabok a vajból benne, és minél gyorsabban dolgozzunk, hogy a kézmelegtől ne olvadjon fel a vaj. Hát ez így körülbelül jól is van. Jön hozzá a 2 tojássárga. És én most egyelőre 1 evőkanál tejföl teszek hozzá, szép finom vastag tejföl. Ha nem áll össze eléggé, akkor még teszünk egy kevés tejfölt hozzá. Megvagyunk a tésztával, nem is kellett bele több tejföl, csak az 1 evőkanálnyi bőven elég volt,
és szépen összeállt a linzerünk. Na, ez így körülbelül jó is. És akkor vágjuk két felé. És itt van az átlátszófólia, ebbe fogjuk betekerni. És ez már is mehet a hűtőbe. Most akkor következik, hogy az acaltáfonyával töltött sertésbélszint készítsük el. Hát ehhez én hamarabb, a tegnap beáztattam vörösborba az acaltőzeg áfonyát, amit most leszűrök. Ez lesz a húsnak a töltelékje, viszont a csészében lévő bort felfogtam, mert ezt használjuk majd a mártás készítéséhez, illetve az öntet készítéséhez. És akkor most következik, hogy a húst készítsük elé. Tehát itt van egy gyönyörű sertésbélszín, hát ezzel leghamarabb azt csináljuk, hogy az ilyen leeső részeket leszedjük róla, illetve lehártyázzuk, tehát leszedjük a hártyáját, arra nincs szükségünk. Levágjuk a végét, hát hogy körülbelül ekkorát hagyunk meg, és ezeket a végeket beletesszük egy késes aprítóba. A sertésbélszínünk, hát ezt fölfoghatjuk szinte henger alakúnak, amit bevágunk, amit ki kell mi terítsünk, és úgy fogjuk kiklopfolni. Tehát itt a tetejéről körülbelül olyan 1 centi vastagságba próbálom mutatni is, bevágjuk, de nem vágjuk át teljesen. Akkor megfordítjuk, és másik oldaláról is bevágjuk, mert egy jó nagy szeletet akarunk mi nyerni, és azt is ügyesen bevágjuk, de nem vágjuk el teljesen. És akkor következik az, hogy ezt kiklopfoljuk mindkét oldalán. Ezt ha kiklopfoltuk, akkor sózzuk és borsozzuk mindkét oldalán. Nem kell túlzásba vinni a sót, de azért meg kell sózni, és meg is kell borsozni. A másik oldalát is, és akkor fölcsavarjuk egyszerűen addig, amíg elkészítjük a töltelékjét. Na most a töltelékjéhez itt vannak ezek a nyesedékek, amiben teszünk sót, borsot. Hát ide beledarálok egy pici borsot. Akkor teszek bele egy pici sót. Ezt lényegében lehetne húsöllővel is csinálni, de ez így most nekem egyszerűbb, mint húsöllővel, és egy pici fokhagymaport, hogy legyen egy leheletnyi fokhagymás íze. Azért nem teszek bele fokhagymát, mert a fokhagymának frissen nagyon intenzív az íze, és én csak azt akarom, hogy egy enyhén fokhagymás íze legyen ennek a tölteléknek, amit pépesítek. A húsikánkot tehát bepácoltuk, befűszereztük sóval és borssal, és akkor most is szépen kiterítjük, teszünk bele egy kis pépesített fűszeres fokhagymás husikát, tehát kézzel eloszlatjuk jól, és akkor jön a tőzegáfonya, amit így szépen sorba igazítunk. És akkor szépen felgöngyöljük, vigyázva, hogy ne hulljon ki az oldalán az áfonya. Így szépen. Így.
megtettük. Átlátszó fóliába tekerjük, és szépen belecsavarjuk, így, és akkor a két végét jószorosan bekötözzük. Aztán jön az alufólia, és ebbe is belecsavarjuk. Így. Két végét megcsavarjuk, és visszahajtjuk ide. És akkor van egy ilyen göngyölegünk, és ugyanezt csináljuk a másik húsival is. Azt is ugyanígy becsomagoljuk, és hideg vízbe oda tesszük főni, és körülbelül fél órát főzzük, utána kikapcsoljuk, és hagyjuk a vízben tovább készülni, illetve akár ki is hűlhet, de legalább kézmelegre hűtjük, hogy aztán az alufóliával, még az átlátszó fóliával könnyen tudjunk dolgozni. Megvonnánk a linzer pihent egy fél órát a hűtőbe. Most az következik, hogy kinyújtsuk és kiszaggassuk. Hát ezt is én még két felé vágom, azért, mert nem túl nagy ez a nyújtólap, és nem tudom nagyra kinyújtani. Kinyújtjuk, és majd kivágjuk. Ez így körülbelül jó. És akkor ezt a kosárkát belemártom lisztbe, és a lisztezett kosárkával vágok hamarabb kerekformákat. Előkészültünk a borleves készítéséhez. Ez egy desszertleves. Én melegen ajánlom például szilveszter éjszakájára, és nyugodtan el lehet készíteni ezt hamarabb is, hiszen akár hidegen, akár melegen fogyasztható. Na most ehhez teljesen mindegy, hogy milyen bort használunk. A lényeg az, hogy annak az ízlésnek megfelelő legyen a bor, amit a társaság többsége kedvel. Finom borlevest, csak jó ízű borból lehet készíteni, ugyanúgy, ahogy finom forralt bort is, jó ízű, ízletes, zamatos borból. Na most én kaptam egy ilyen rozét, hát itt ebben van körülbelül fél liternyi rozébor. Ehhez töltünk valamivel kevesebb vizet, mint fél liter, tehát úgy körülbelül 3-4 decinyit. Hozzáadunk, hát úgy körülbelül egy evőkanálnyi, egy-két evőkanálnyi cukrot, egy dekálnyi vaníliás cukrot, egy rút fahéjat, és két szem csillagánist, illetve, hogyha jól megmostuk a héját a narancsnak, akkor egy darabocska narancshéjat is vághatunk bele, illetve belefacsarjuk a narancsnak a levét, ezt föltesszük forni a kályhára, a narancslével együtt természetesen. Amikor felforrt, akkor egy evőkanálnyi pudingport elsodorunk egy tojás sárgájával, és kevés főzőtejszínnel, azzal sűrítjük a levest, és kész is. Előkészültünk, már forr a borlevesünk, amiben mondtam, hogy egy
evőkanál vaníliás pudingot elsodorunk a tojássárgához, sárgával, ahhoz töltjük a főzőtejszínt, majd kevés fővőbort is töltünk hozzá, és úgy fogjuk vele besűríteni a levest, hogy tovább nem főzzük, tehát ahogy beletöltöttük, úgy meg is állítjuk a fővését, mert ha tovább főzzük, akkor a tojássárga kicsapódik. És akkor tesszük bele a fővő levest. És ezt én már ki is kapcsolom, hogy ne forjon tovább, és töltöm bele. És ezzel kész is van a borlevesünk. Ez szerintem még 10 perc se volt, mindössze annyi, hogy felforraltuk a bort a fűszerekkel, hagyjuk benne még egy picit a fűszereket is, aztán tálaláskor természetesen a fűszereket kiszedjük, és aszalt barackkal, ugyanebbe a rozé borba áztatott aszalt barackkal fogjuk tálalni. A linzerünk megsült. Én azt is elárulom, hogy most csupán egy tepsivel sütöttünk, a többit majd megsütöm később, hiszen ennyivel is be tudjuk mutatni, hogy körülbelül ez a sütemény hogy is készül. Most az következik, hogy finom baracklekvárral, házi baracklekvárral megkenjük a virágocskákat, összeragasztjuk a lyukasokkal, és beleforgatjuk a porcukorba. És ez gyakorlatilag ennyi. Természetesen ezt is ki hogy szereti inkább. Van, aki úgy szereti, hogy csokit olvaszt, és csokival lecsepegteti. Az úgy is finom, így is finom, én ezt az egyszerű porcukros változatát szeretem a leginkább. Előkészültünk a csicsorka chipsnek az elkészítéséhez. Ezt tényleg csak tálalás előtt kell készíteni, mert a csicsóka az nagyon hamar oxidálódik és megbarnul. Tehát ezzel azt csináljuk, hogy meghámozzuk, és szép vékony szeletekre vágjuk. Majd utána bőolajba kisütjük, és úgy tálaljuk majd a húsikánkhoz. Elkészült a húsikánk, körülbelül fél órát főztem, és most lebontjuk az alufóliát róla, illetve az átlátszó fóliát is. Így szépen kiszedjük, kiforgatjuk belőle, és átteszem egy ilyen tányérra. És akkor ezt a vajat megolvasztjuk egy serpenyőbe, és azon a vajon fogjuk körbepirítani a húsikát. A vajba, amiben megpirítottuk a húsikát,
Abba bele fogjuk tölteni a maradék tőzegáfonyát, illetve azt a bort, amibe sült. És addig fogjuk pirítani, amíg körülbelül felére csökken, illetve ebből a lépből is töltünk egy keveset, amikor kibontottuk a húsit, akkor keletkezett. És ezt nagy lángon addig forraljuk, amíg körülbelül felére csökken, és egy ilyen szép fényes mártás lesz belőle. Áfonyás, mártás, boros áfonyás. Elkészültünk a finom ebéddel, ünnepi ebéddel, ugyebár a borlevessel, aminek a levesbetétje borban áztatott aszalt barack. Kész lett a sertésbélszín rolád is, amit tőzegáfonyával töltöttünk meg, sütőtökös krumplipürével tálalunk és csicsóka chipszel, illetve sütöttünk egy vaníliás linzer karikát. Ezeket a recepteket valamelyik soron következő Székely konyhában nyomtatásban is olvashatják. Ha velünk tartottak a főzésben, jó étvágyat, a viszontlátásra!